Dombóvárváros önkormányzata két civil szervezettel, a Dombóvár 2004 Egyesülettel és a Dombó Chips Egyesülettel közösen hirdette meg a virtuális szilveszteri futást, mely országszerte teljesíthető. Úgy döntöttünk, hogy december végén szilveszteri futás helyett egy virtuális szilveszteri futást szervezünk. Ez a szilveszteri futás jótékonysági cél fog szolgálni. Mellettem ülő két egyesület vezetőnek az egyesületét szeretnénk támogatni, Hel Kutyás Egyesületet, illetve a Dombóvári Mentő Alapítvány. A Dombóvári Mentő Alapítvány az idei évben alakult. Céljaik megvalósításához szükségük van adományokra, ezért is örültek a kezdeményezésnek. A támogatás összegéből olyan korszerű eszközöket vásárolhatnának, melyek emelnék a betegellátás minőségét Dombóváron és a környező településeken. Nagyszerű, amikor civil kezdeményezéssel és civil összefogással kiegészíthetjük az eszközeinket, illetve van egy feltett szándékunk, hogy Dombóvár környékén a laikusoknak segítünk elsajátítani az újraélesztést, ami egy nagyon hasznos dolog. A Help Dombóvár Egyesület non-profit szervezetének a kutyák mindennapi ellátása óriási feladat az önkéntesek számára, ezért közfoglalkoztatottak bevonásával tudják elvégezni a munkájukat. Magyarországi törvények értelmében a gyepmesteri telepre bekerült kutyák két hét után altathatóak lennének, de azért, hogy ez ne történjen meg, egyesületünk átveszi gondozásba ezeket a kutyusokat. A kutyák, ameddig nem kerülnek új gazdához, egyesületünk tulajdonában vannak és gondozásában. A helyet a városgazdálkodás biztosítja a Dombóvári gyepmesteri telepen. A nevezési díj 1500 forint. A teljes bevétel egyenlő arányban kerül szétosztásra a két egyesület között. A szervezők meg szeretnék ragadni az utolsó alkalmat arra, hogy a város 50 éves jubileumi évfordulóhoz kapcsolódva a résztvevők számára egy egyedi emlékérem formájában tegyék felejthetetlenné az eseményt és a kerek születésnapot. Az eseményről a város Facebook oldalán tájékozódhatnak.